A mesterkurzus úgy jött létre, hogy a Popper Péterrel megjelent egy közös interjú kötetünk Mesterek címen, és akkor született az a gondolat, hogy csináljunk egy ilyen mesterkurzust, amihez aztán az ország legkitűnőbb előadói csatlakoztak. Most később megjelent ez a nagy sikerű sorozat, ahol nyomtatott formában lehetett olvasni, és lehet olvasni a mesterkurzus anyagát, és én ebben nem kerültem bele. És ezt én így akartam. Az én előadásaim nem szerepelnek a nyomtatott könyvekben, és ennek az az oka, hogy más az írott szó, és más az élő szó. Az élő szónak van egy olyan mágiája, ami teljesen különböző a nyomtatott betűtől. Tehát én most szeretném az előadásaimból néhányat élő szóba közreadni, ami azt jelenti, hogy esetleges, az egyikben ihletet vagyok, a másikban kevésbé, az egyik jobban sikerül, a másik nem, minden esetben benne van a közönség, akihez beszélek, és benne van az, hogy amit mondok, az abban a pillanatban itt és most születik bennem. Ezt nem lehet érzékeltetni írással. Az élő koncert az mindig több, mint a kotta. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy meg fogják szeretni a DVD sorozatunkat, amit most az elmúlt előadásaimból kiadunk.